szeretném megköszönni, hogy eljöttetek hozzánk, megtiszteltetek minket. Ez a féle születésnap a játék is, és végtelen hálásak vagyunk, hogy együtt vagyunk. Érezzétek jól magatokat, hogy szoktuk, és tartsuk tovább is a barátságot, hogy segítessük egymást. Ezt lehet kérni az országunk közt is, mert nem jó, hogyha magányos farkasok vagyunk. Nekünk itt helyben kutya bajunk egymással. Meg vagyunk, mert a város érdeke a legfontosabb, és úgy gondolom, hogy haladunk is a magunkat. Jöhetnek itt mindenféle háború, közöljük, a szomszédainkkal meg jobb a békesség, mint a veszekedés. Úgyhogy barátokat pedig itt gyűjteni kell, és nem szegálni. Mi szeretünk benneteket, a Isten tartsa meg a kis jó szokásokat is, mi pedig igyekszünk továbbra is a barátságot megtartani. Szokták mondani, hogy itt a régi Nagy-Magyarország közepén a köröttük lévő emberek, népek, városok, azok a barátaik már hozzánk tartoznak. Most ez így igaz ő történetben, hogy ki hogy értékeli, nincs jelentősége. De a Kárpát-medencében élők azok valahol egytőről fognak. Nagyon sokáig jó egészséget, aztán jöhetnek mindenféle válságok, azt kívánom, mindig én túl. Békességgel, meg olyan progresszióval, amelyel ezeket mit tudjuk védeni. Túl sokat kaptunk pofont már az életünkben, Erdélyben is, Szlovákiában is, kibetelepítés, hagyd ne soroljam a tragédiákat. A Jóisten is hozzánk vágta most ezt a szárazságot, de hát ezzel is túl kerestünk, és visszakodnunk kell jövőre. Kívánok mindenkinek érvényteni itt tartózkodást, jó szórakozást, jó kedvet, ma este pedig jó imádni a vacsorát. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltam.